Én azt gondolom, hogy tragikus a helyzet Magyarországon, és nagyon kényelmetlen dolog az, amikor Magyarországról kell, meg a magyar helyzetről, és a politikai elit, és az ő roma percepciójáról kell nyilatkozni, mert azt gondolom, hogy sehol Európában nem áll annyira rosszul a helyzet, mint itt Magyarországon. Tehát, hogy nagyon szenvedélyes tudok lenni, és kikérem magamnak azt, hogy én nekem egy országban kell élnem olyan emberekkel, akik a parlamentben cigányoznak, és konkrétan vagy gyűlölők. Tehát, hogy ez a demokrácia a szégyene, és tulajdonképpen tele vagyok szégyenérzettel, amikor erre kell gondolnom, hogy a mi országunkban a véderő masírozhat egy cigányok lakta házsor előtt, és amikor a cigánygyilkosságokról beszélünk, akkor egyszerűen nem hiszem, hogy az én generációm ezt a traumát komolyan fel fogja tudni dolgozni. Tehát, hogy ez, és azt gondolom, hogy azért vannak értelmiségiek, nem is kell, hogy értelmiségiek, hanem érző emberek, akik a cigánygyilkosságok ideje alatt ugyanezt a szégyenérzetet érezték, és féltek, vagy nem tudtak aludni. Tehát egy olyan országban élünk, ahol embereket meg lehetett ölni. És azt gondolom, hogy ez az egészen elit szinteken is zajlik, ez a cigány ellenesség. Eddig nagyon, nagyon árnyalt volt ez a fajta cigány ellenesség, és nagyon diplomatikusan lehetett csinálni, vagy kellett csinálni, hogyha valaki politikai játszmáira akarta használni a cigányokat, de most már nincs rá szükség. Tehát Magyarországon a cigányokat ki lehet használni politikai játszmákra, lehet az ember cigánygyűlölő és fajgyűlölő, és ezzel szavazatokat szerezhet, és ennél nagyobb szégyenfoltja a magyar demokráciának nincsen. És azt gondolom, hogy a magyar értelmiség és az érző embereknek a tömege, akik nem tudom, hogy a tömeg hol van, de totálisan impotens abban, hogy megvédje a roma embereket. Tulajdonképpen a kabinet és maga Balogh Zoltán is egy hihetetlenül jó retorikai képességekkel rendelkező, németül és több nyelven kiválóan beszélő politikus, tehát a helyzet az, hogy jön a roma értelmiségi az ő kritikus pozíciójával, és nagyon ritkán lesz majd megfelelő beszélgetőtárs, vagy megfelelő vita partner ebben a nagyon nehéz vitában, ahol a strukturális támogatás az összes a kabinet és a Balogh oldalánál, és mindenféle nehézség, az alulról jövés, a társadalmi mobilitás képtelensége, a szegénység, a különböző kihívások, stigmák, minden erre az oldalra van terhelve. Szóval nagyon kritikus vagyok az egész tevékenységükkel kapcsolatban. Én nekem mindegy, hogy honnan jön az erő. Tehát nekem lehet a 19. századi tradicionális misszionárius pozíciója, a vallásos pozíció egy abszolút használható dolog az emberséges bánásmódhoz, és a hittel, vagy valamiféle küldetéstudattal, a jobb világért való elnézés, hogy ilyen közhelyeket mondok, de hogy ezért vagyunk itt, ezért lesz valaki politikus elvileg. Tehát, hogy azt gondolom, hogy én abban én hittem, tehát, hogy én ott vártam, hogy történjen valami, tehát egy református lelkész, akkor tegyen azért, hogy itt mi higgyünk neki, és viszont az első irányelvektől kezdve tökéletesen kritikus vagyok a munkájukkal kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy ott onnan kezdve, hogy ugye a 60-as évek vége óta küzdünk az oktatás, az integrált oktatásért, és egyetlen egy tanulmány nem irodott 64 óta, ami alátámasztaná a szegregált oktatásnak
a hasznosságát, nem is hasznosságát, de működésképességét, és akkor előállunk azzal, hogy igenis kell szegregált oktatás, és a kevésbé tehetős roma diákokat igenis külön kell oktatni. Tehát, hogy olyan irányelvek és olyan kommunikék születtek már az első pillanatokban, amit szerintem minden romákkal foglalkozó embernek a haja égnek át.